Benke Vali bejött hozzám a pártközpontba, ahol én filmreferens voltam, tudod, és azt kérte, hogy adjak, segítsek neki, hogy fölépíteni emberekből, hogy ismerem a területet, hát ajánljak embereket. És akkor mondta Valika, én vagyok az első, nem volt más regula még erre a területre, én csak asszisztense lehettem saját magamnak. Később volt egy olyan hírünk, hogy a határon van az első pálykocsi, hogy ugye alul van négy kamerának képe, fölül van egy kimenő nagykép és egy visszajövő nagykép. Hát amikor én azt megláttam, beültem a rendezői székbe, behunytam a szemem, úgy megijedtem, és mondom a műszaknak, azt csináltok, amit akartok, vágjatok gyerekek, mert én nem vagyok észnél. A folyosón építettünk díszleteket, és beiktattunk mindig egy egyperces filmet a utcáról, meg ahol történnek az események, és addig átdíszleteztek a díszletezők. Azok tündérek voltak. Te. Egy évig körülbelül voltam ott, nem is akart a Rákosi elfogadni, mikor bevittek bemutatni, akkor rám nézett, nagyon ideges volt, és mondja, mennyivel ír? Mondom, 150-nel a gyorsírásnál. Azt mondja, az nekem kevés, és kidobott. Engem eladminisztráltak, mert nem vártak filmesnek, nem ment le a kérés, és ezek mit csináljanak velem Moszkvába? Filmgyárból fölhívtak, hogy a Pannonia stúdióval együtt ott lesz egy gyerekfilmstúdió, és legyek annak a rendezője. Valahogy piszkált engem mindig piszkált. Nem tudom, hogy miért, mert én elég buta ember vagyok ahhoz, hogy ezeket a dolgokat nem értem, tudod? Színetár kihívott, folyosón átölelte a vállamat, és azt mondta, hogy Ilona, legyél az igazgatója a Kőszegi Szemlének. Hát én köpni nyelni nem tudtam, és azt mondtam, jó.